Ez a Jaguar szimulátor a 16. tartalékos repülőszázadnál működik. A vezérlőhelységben Philip Dacre nyugalmazott ezredes. A szomszédos helyiségben Paul Wilcox szimulátoroktató beköti magát a Jaguar pilóta fülkéjébe. Mindent ellenőriznie kell, mint repülés előtt. Egészen a katapult berendezés biztosító csapszegéig. Katapult bekötve. Akcióra kész. Viszlát! A tágas helyiség közepén látható a Jaguar szimulátor szíve. Dale Wells 5x12 méteres domborzati térképe. A mai célpont egy erőmű a Severn folyó partján. Climb straight ahead, 3,000 feet on the regional 1012, squawking 1761. And 70 is cleared ahead, 3,000 feet on the regional 1012, and squawking 1761. Read back correct, surface wind 260, 15 knots. 70. Miután Paul felszáll, felemelkedik a megadott magasságra, és délkeleti irányba fordul. Az útvonal Kelet-Wales dombjai felett vezet, majd délnek fordul a célpont irányába. A szimulátor vezérlő helyisége egyszerre harcálláspont és légi irányító központ. Innen a pilóta minden mozdulatát ellenőrizni lehet. Paul a pilóta fülkében egy apró kamera képét látja, amelyet egy 6 méteres állványzatra rögzítettek. A kamera mindhárom tengely mentén szabadon mozog. Reagál a pilóta minden utasítására. Az angol határhoz közeledve Paul 60 méteres magasságra süllyed. Majd délnek fordul és felkészül a bombázásra. Útja során el kell repülnie Rassanvai városa felett. A térkép pontosan jelöl minden dombot, várost és völgyet. Azért választották Wellsnek ezt a részét, mert a Jaguar repülőszázadok kiképzése is ezen a területen folyik. Ahogy Paul elrepül a délkelet-velszi dombok felett, végre meglátja a Severn folyót. Paul már látja az erőművet is a folyó északi partján. A támadás végső szakaszán a lehető legalacsonyabban, célra vezető irányban repül. A mai digitális technológiához képest ez a szimulátor antik darab. De ahhoz, hogy a pilóta megismerhesse az alacsony repülés élményét, még ma is kiválóan megfelel. Ez a szimulátor és ez a terepasztal itt mögöttem a 90-es évek elejének, közepének technológiai szintjét képviseli. A vizuális része egészen jó. A komputeres tájszimulációt persze meg lehet oldani, de az nehéz és költséges. Ennek a majd 20 éves rendszernek viszont a karbantartás a legnagyobb problémája. Ha a Jaguart a jövő század elején kivonják a hadrendből, ez a szimulátor is örökre eltűnik. Tervezőinek érdeme, hogy a rendszer olyan hitelesen mutatja be a repülés élményét, ahogyan még a mai számítógépek sem képesek. Bár vannak jellemző sajátosságai.
Ennél a modellnél a terep felett mozog a kamera, és néha ijesztő érzéseket produkál. Ha mondjuk egy hangya vagy más rovar kerül a lencse elé, az olyan, mintha E.T.-vel találkoznánk a képernyőn. De ettől csak izgalmasabb az egész.